Crash Team Rumble! Itt van a megjelenési dátum, előrendelés, béta, minden info itt lesz. Na de erre a képre térjünk már vissza, ez december 1-én tették közé a Twitteren, szerintem erről külön videót csináltam, és már itt volt a megjelenési dátum, figyeld! Figyeld! 6.20.2023-ban már itt volt! Kaptuk új játékmenetet, és akkor kiderült, hogy mi a helyzet. 2000 pumpát kell összegyűjteni, 4-4 ellen lehetünk karakterekkel többször is, tehát egy csapat akár állhat full Crash, full Croco, vagy pedig full Dingo Dial is, hogy 8 játékos van az arénában, 4-4 ellen. Amit ki lehet választani egy meccs elején, az, hogy melyik hőssel vagyunk, és milyen erőt viszünk. Az a power az ott van a jobb alsó sarokban, azt lehet kiválasztani nekünk, és majd ezeket jobban be is fogják mutatni. Egy-egy meccsen belül 4 feladatunk lehet, 4 dologra lehet koncentrálni. A fő dolog az, hogy gyűjtsünk bumpát, 2000 bumpa kell a bankba, de a második feladatunk lehet az is, hogy megakadályozzuk, hogy az ellenfelek elérjék ezt, mert hogyha nekik nulla van a bankba, akkor mi fogunk tenni? A harmadik az az, hogy a drágakőpadokat mi irányítsuk, ahogy ráugrunk a saját csapatunk színe lesz, és akkor így bónusz százalékkal fogunk pumpákat a bankba tenni. A negyedik dolog pedig a relikvia összegyűjtés, azokat ha összeszedjük, akkor bizonyos segítségeket be lehet aktiválni a pályán, uka-uka vagy okszáj, és még ki tudja még mi, mert eddig 3 pályáról van infom. Hármasra visszatérve 3 fajta karakterünk van, a scorer, blocker és booster, vagy magyarra fordítva, pontozó, blokkoló és segítő. Ezek nem fixek, tehát hogyha én egy pontozó karakterrel jövök, akkor nem csak pontokat lehet szereznem, hanem tényleg segíthetek relikvia gyűjtésbe, drága kőpadokat aktiválhatok, tehát ez nem úgy fix, csak hogy miben kiemelkedő egy karakter. Pontozó az, aki gyűjtheti a bumpákat, és így gyorsan vissza is viheti a bankba. A blokkoló az, aki blokkolhatja azt, hogy az ellenfelek bevigyék a bumpát a bankba, és ez a segítő, ez a booster pedig az a célja, hogy az ilyen relikviákat vagy drágakőpadokat aktiválgassa és segítse a csap. Már elő lehet rendelni a játékot, 2 verzió is van. A sima verzió csak $30 kerül, ez azért alacsonyabb, mint amit megszokhatunk, 60 és 70 dolláros, illetve eurós játékok szoktak lenni. És ha előrendeljük, akkor mehetünk az április 20-tól 24-éig a beta tesztelésre. És megkapjuk még az első szezonos Battle Pass-t is, ha előrendeljük a sima verziót. Ha az extra deluxe verziót rendeljük elő, akkor még a második szezon Battle Pass-ét is megkapjuk, és még extra skineket, meg ilyen finomságokat. Természetesen nem kell mondani szerintem, de én április 20-tól 24-ig csak ezzel fogok játszani, illetve június 20-tól, ahogy megjelenik a játék szintén. Bétáról annyit tudni, hogy 5 hős lesz ott, 4 power és 3 darab pálya. Úgyhogy aki szeretne velem játszani akkor, és szintén előrendelte, az Discordon megtalálhat, majd ott fogunk csatlakozni. Remélhetőleg minél szélesebbek lesznek a játékmódok, hogy kipróbálhatjuk magunkat esetleg botok ellen, vagy egymás ellen, 4v4 milyen játékmódok lesznek még azon túl, hogy ez az alap 2000 bumpa megszerzés lesz. Én már nagyon várom, ezt tudom, én már ezt nagyon várom. Na találkozunk legközelebb.